you. Mm -hmm. megkésve, de megérkeztem az F500 SP beszámolóval, amit több részre fogunk majd bontani, mert hogy több e-mailt és üzenetet is kaptam, hogy minden minden nevesek össze, tehát F500-ast, F500, F500 SP-vel, majd utána pedig az F700-assal mind az egész tapasztalatot. Szóval most mindenre egyszerre egy időben nem volt elég, örülöknek, hogy egyetlen ezt a videót le tudtam ülni, megcsinálni, mert hogy ugye a december az kvázi kimaradt számomra, és egy videót sem csináltam, csak az elején két ilyen gyors unboxing dolgot. Szóval most próbál meg kicsit utolérni magam így lépcsőzetesen. Ehhez a beszámolóhoz nyilván tartozik egy cika, hogy az általában úgy szokott lenni az ilyen jellegű izgalmasabb termékeknél. Szóval, ha felmész a gadeonaudiohu ra akkor ott a főoldalon meg is találod majd a Final Audio F500 SP cikket, ahol egy kicsit más módon és ö, irányból is megközelítem azt, hogy mik voltak a tapasztalataim, élményeim. Szóval, hogyha minden érdekel erről a termékről, akkor azt ott érdemes elolvasni, és akkor ez a videó egy kis kiegészítő minden egyéb más gondolatról. Azok kedvére, akik nem tudják, hogy miről van szó, és hogy a Fine audio az SP változatai mik is igazán, akkor egy ilyen gyors talpalóban végig rajta. Szóval van a Fine audio az F500-as szériája és az F700-as szériája. A kettő között egy elég nagy üreg volt minden szempontból, mind állványos, mind álló falak tekintetében. Szóval a gyártó elkezdett ott helyben a skóciai gyárban egyfajta F500 tuning modelleket gyártani, úgynevezett SP, tehát Special Production széria. Ezeket teljes mértékben ott helyben gyártják, és az érdekesség a dolognak a az, hogy az F500-as szériában található dobozokba építik bele az F700-as megoldásokat, technológiákat és elképzeléseket. Az F500SP ugye pontosan egy ugyanilyen verzió, ami azt jelenti, hogy ha ránézünk, akkor maga az alapméret és dizájn az erősen hasonlít ugye sima F500-asra, viszont már a talpszerkezeknél is látjuk, hogy teljes mértékben alumíniumra cserélték a korábbi olcsóbbik változatnál található MDF műanyag kombinációt. A komplet hangszórókészlet is az F700-asból lett ide átemelve, minden estül a keresztváltó teljes mértékben ugye át lett Dolgozbannak dolgoz, vannak megfelelően, hogy ugye új hangszoró készletet kaptunk, és hátul a Bivaya csatlakozó terminál mellett még egy külön földelési kiállás is található, ami egyébként csak a nagyobbik modelleknél volt eddig elérhető. Színek tekintetében annyi változás történt, hogy sima furnér változatok már nincsenek, sajnos csak lakkozottak, tehát lakfekete, lakfehér és dió furner lakkozott változatok közül választhatunk. Ez utóbbi, mint megtudtam, az egy kicsit többe kerül, ilyen 80 ezer forint extra, az már 600 000 forint fölött van, amit egy kicsit sokalok a többi viszont a lakfekete a lakfehér pedig 579,9, szóval 600 ezer forintos árfekvésen belül tudtunk maradni, így viszont ugye nyilván egy box ringbe kerül minden alternatívával, amiről ugye eddig itt szó volt, mint például Audio a QR1-ese, Audio solutions nek az Overture állványosai, a 302-es 322B például, emellett JBL HD 1600-as, és persze ugye a híres neves Neat SX3. És azt kell, hogy mondjam, hogy kialakítás, esztétika szempontjából a mezőny egyik legszebb, legigényesebb terméke. Audiovector QR1-es az, ami szerintem felveszi le a versenyt, és az talán egy kicsit komolyabb ennél, hogy abból is lenne egy ilyen uh, lakkozott furnér, akkor mellé raknád, akkor én azt gondolom, hogy valószínűleg az nyerne, mert kicsit több a finomság, és um, ha közel hajlsz, akkor ott azt mondom, hogy ott hibátlan minden. Ennél a fine azért vannak ilyen kis érdekességek, hogy a ragasztót látod az éleknél, stb. stb. De egyébként ez csak ilyen szörszáhasogatás, mert amúgy életszerű használat, mert ez a termék ez gyönyörű, és talán az egyik legszebb a, az árfekvésen belül, amikkel én eddig találkoztam. A peremezés a szokásos fine flute megoldás lett, ami azt hogy egyfajta ilyen barázdája van végig a hangszórónak így az éleknél, aminek a szerepe állítólag a gyártó elmondása szerint, hogy nagyon erősen és mérhetően csökkenti a hangszórónak, membránnak a színezését. Népszerű tanulmány megoldások és fejlesztések mentén maradva, ugye nyilvánvalóan látható, hogy itt is egymásba építették a kettő hangszórót, tehát maga a mély közép ugye körbe van, és középen látható a 25 mm-es magnézium kompressziós neodímium mágneses magas Ennek a karakterén azt gondolom, hogy nagyon érdekes, mert sokkal inkább kijön itt, mint mondjuk az álló F501 SP-nél. Az való hogy ebben a szavában egyetlen nem hozta azt az élményt, amit szerintem az a hangfal tud, az egy nagyobb térbe való várhatóan, ez itt nem működött nálam, én azt éreztem, hogy az elmúlt fél év során. Ez a példány viszont sokkal, sokkal, sokkal jobban működik. Egyrészt rámutat olyan előnyökre, ami ebben az SP szériában benne van, én az állónál nem tapasztaltam, vagyis otthon a nagyobbik térben, 35 négyzetméternél igen, viszont itt egyáltalán nem. Az F500 SP sokkal jobban érzi magát szerintem ekkora ilyen 25-30 négyzetméteres térben, akár én azt mondom, hogy ha valaki nem ilyen nagyon nagy ilyen házi bulikat akarna csinálni, még talán azt is meg lehet vele, de ha, ha csak nem valami grandiózus élményre vágysz, abszolút túlzó élményre, akkor az F500SP szerintem még azért ilyen 30 pár négyzetméterig is bőségesen elfogadható mély kiterjesztés, mennyiséget és erőt kínál. De amiért ezt mondom egyébként az az, hogy maga magas sugárzó az itt arányaiban sokkal inkább figyelmet kap a zenehallgatási élmény, mint például az álló változatnál, vagy mint amennyire egyébként az F700-as szériánál tapasztalom, mint nagyon érdekes, és ez várhatóan a keresztváltónak a különbsége lehet. És még egy utolsó észrevételem van, hogy maga a front oldali logó elhelyezés az ugye nyilvánvalóan változott, mert hogy az előző szériánál, vagy a sima F500 szériánál egy ilyen csíkban van kérve, hogy fine audio, még itt egyfajta ilyen új keletű emblémát ragasztottak fel, amit ugye az olcsóbbik szériáknál eddig még nem látattunk. hangminőség és karakter szempontjából több dolgot is azért szeretnék kiemelni, ami magában lehet, hogy nem annyira érdekes, viszont az f 500 szemben mindenképpen érdekes. Mert hogy az F500-ast amennyire dicsértem, szerintem az évek alatt legalább annyira kritizáltam és egy-két pontja miatt, mert hogy vannak azokban azért úgy, úgy hiányosságok, vagy olyan dolgok, ami mondjuk már az Acoustic Energy A500-nál szerintem, szerintem csak jobban megvan oldva, így aprólékosság, fókusz szempontjából. De nyilván, mivel A karakter, B karakter, más embernek szó, más embernek való, ezért nyilván olyan, hogy mi a jobb, meg mi a rosszabb nem nagyon tudok kijelenteni, csak az, hogy más. Szóval az F500SP, mivel több mint kétszer annyiba kerül, ezért nyilván nem is annyira fel az összehasonlítás, viszont azon nagyon jó hírem van azon hallgatók számára, akiknek ugyanaz a tapasztalata, mint nekem a sima 500 kapcsán, hogy itt ugyanazon irányt finom hangolták szerint, hogy olyan szinten, hogy kinyílt a terméknek a teteje magas frekvenciák szempontjából, és a mélyeknél a néha egy kicsit dünnyögős, néha egy kicsit elfolyós vagy túlzó mennyiség egyszerűen csak megfogottabb. És érdekes, hogy alul egy több kontrollt kapott, felül pedig egy több kiterjesztést, és a közép tartományban azt gondolom, hogy egy icipici extra közvetlenséget. És nagyjából ez a rövid sztori az egésznek, hogy, hogy mi a különbség. És akkor egy kicsit most belemennék mélyebben, hogy nagyjából ez mit is jelent. Szóval kezdeném a magas frekvenciákra, az egyik legélvezetesebb számomra ennél a hangfalnál, így főleg az F500 után. Szóval az F500-as egy kicsit zárt volt annó szerintem, vagy én azt gondoltam, hogy hogy jó, jó, de hogy egy kicsit sötétebb hangulata van, és a középtartomány ugye meg egy édesebb, ilyen májvacukrosabb hangulat. Na most az F500SP egyértelműen több fényt dob a zenébe, minden jobban meg van világítva, és az a tipikus felső frekvenciás információ mennyiség egyszerűen csak sokkal több figyelmet kap az F500SP modellnél, mint a sima F500-asnál. Az, amit extra információ megjelenik, annak azért van egy ilyen pici, picit hűvösebb tonusa. Én azt szoktam mondani az ilyen jellegű hangokra, amit pont ilyet ritkán hallok egyébként, de fémes, és azt látom, hogy a tapasztalat, Fülő emberek kapászól fel is ismerik, hogy van egy pici fémes tónus ennél a hangfalnál. Viszont amikor olyan embereknek mutattam meg ezt az F500 SP-t, akik mondjuk nem annyira jártasak ebben a világban. Nyilván volt pár jó hangfaluk, hallottak az jó pár terméket, de hogy nem napi szinten, heti szinten hallgatnak több tucat új terméket meg, hanem csak úgy nagyon ritkán. Számukra viszont ez a fémes tónus szerintem abban jelenik meg, vagy amit én így, így látok, hogy amikor egy fémes tónus kell megszólaltatni a hangfalnak, vagy a rendszernek a zenében, ami bármely fém ö, ö, hang lehet, Hát akár ténylegesen egy fémet ütnek például, vagy egy akusztikus, akusztikus gitár hangnál például a pendüléseknek azért eléggé jellegzetes hangja tud lenni, hogyha valami ilyen fémhúrról van szó. A másik nagyon durva pedig Manu a bármely zenéje. Ugye Manu DeLagó Metromonk albumát, hogyha végignézzük, akkor ott azért rengeteg ilyen fém csiripelő hang van. Na ez az, ami bent szerintem majd, hogy nem verhetetlen ebben az árfekvésben a Final Day 500 SP, hogy borzasztóan jó hozza a fémes tónusokat. Megjelenik-e ez bármilyen más zenénél, ahol nincs fémes hang? Kicsit igen. Én számomra igen, de én azt gondolom, hogy az, hogy én mennyire tapasztalom ezt, vagy sem, az nem feltétlen kell, hogy mérvadó legyen, mert megint azt mondom, hogy ha te ezt önmagában hallgatod, nem mással veted össze, és nem hallgatsz heti szinten több tucat új terméket, akkor ez neked egyetlen nem fog feltűnni, csak a fémes hangoknál, hogy a maga tónus az sokkal realisztikusabb, mint amit egy-két másik alternatív terméknél tapasztalunk. Azt mindenképpen érzem ennél a terméknél, mint még az f 500 nál nem, hogy sokkal inkább megvan találva az az arany középút, ahol van egyfajta részletgazdagság érzetünk, de nem viszi el abba a túlzó irányba, ahol már-már már fárasztó lenne. Szóval a fine audiós könnyedség, kicsit dédelgető, élményi teljesség szempontjából azért ugyanúgy megmarad. A középtartomány egyértelműen közelebb lépett, egy kicsit közvetlenebb, picit letisztultabb, és az F500-hoz képest fókuszáltabb élményt kapunk. Billy Ellisnek a Your Power számot, hogyha elkezdjük hallgatni, akkor ott tök egyértelmű, hogy mi történik. Egyrészt a balra-jobbra eltolt ilyen gitárhangok Picit melegebben szólnak az F500-asnál, míg az F500 SP-nél letisztultabb, sokkal inkább pattannak azok a kis húrhangok, és nem is tudom, egyszerűen csak realisztikusabb élményem van. Középtartományból, amikor kiugrik ugye a Billy az ének elég brutális letisztultsággal, akkor az F500 nem adja ennek annyira jól meg szerintem az igazságot, mert van rajta egy réteg. Tehát van egy pici édeskés, ilyen hangulatvilágításos sárgás fény. És azzal együtt hallgatod. És ez nagyon kedves, nagyon élvezetes, de amikor az F500 SP-t kötött be ugyanerre a zenére, ugyanezen rendszeren, akkor egy picit közelebb és sokkal élesebbnek mondanám azt, ahogy te ezt a zenét látod. Szóval az F500-ban van egy picike homály szerintem, kicsi köd, míg az SP valamelyes ezt letisztítja, és egyszerűen csak kihegyezettebb a középtartomány is. Térábrázolásban és színpadképben is azt mondom, hogy egyértelműen jobbnak mondható pontosan ezen nem annyira ködös élmény miatt, mert hogy az adott helyeket sokkal inkább határozottabban ö, ö, megjeleníti, maga a fény és kiegyezettség ugye eredményezi azt, hogy pontosan ott szól az, ami, nem pedig elfolyva egy ilyen dagat hangot hallasz, és akkor nem igazán tudod behatárolni, most pontosan hogy szól, mert hogy az egész teret elfoglalja. F500 SP-nél nem ennyire drasztikus helyzetet, nem arról van szó, hogy ez rossz lenne, csak ha A-B veted össze, akkor egyértelműen érzed azt, hogy hova lehet fejleszteni még ugyanazon elképzelést, amit ugye az f 500 -nál elkezdtek. Basszusok. A basszusoknál érdekesen nekem az volt az élményem, hogy anno én otthon az F500-ost meghallgattam az összes hegel emlékeim szerint, a H190-esnél, meg már azt mondtam, hogy egyszerűen ez túlzás neki. Olyan sok mélye volt nálam otthon, és lehet, hogy a kiemelés miatt, hogy ilyen 60 hz csak így egy ilyen pukli volt, nem tudom de sok volt. És én emlékszem, hogy mondtam és így, így magamban, hogy ez, ez hégelt rakni, a nagy hégelt, egy ilyen fine hogy nem annyira hozza ki az értelmét. Na most az érdekes, hogy itt esetemben a, majdnem az egyik legtöbb időt a H190-es égjel töltöttem az F500 SP mellett. Egyszerűen csak jobban működik a kettő együtt. Szóval itt egyfajta szinergiát én sokkal jobban vélek felfedezni, mint az F500-asnál már, pedig nyilvánvalóan az f 500 as ha nem tudom, csak így az alapokat nézzük, akkor nyilván egy könnyebben hajtható hangfának kéne lennie. Nyilván, hogyha ugyanazon elsütöd oda rakod, akkor abból sokkal több potenciát ki tud arányaiban hozni, mint egy éhesebb, nagyobb darabból. És mégsem ez történik. Valahogy egyszerűen csak um, arányaiban egy jobb élményt kapunk. Szóval a basszusok um, kapcsán azért is tértem erre a Hegel dologra ki, mert ugye a Hegel az nyilván megfogja azért elég erősen a, a membrán mozgását, ugye a dumping faktor miatt is részben, és uh, feszesebb hangja van általában egy Hegelnek, mint sok más terméknek így mélyben. Ez valahova jó, valahova nem jó, és esetem én azt mondom, hogy jó, nekem bejött. Tehát a F500 SP-nek a mélye sokkal gyorsabb lecsengésű volt, azt mondom, hogyha keménynek kell lenni, akkor tud kemény is lenni míg az F500, sima F500, szerintem nem. Tehát ott mindig van egy lecsengési idő, mindig van egy um, pici, ilyen, ilyen, ilyen habos-babos utóhang, amit hallasz. És hogyha nagyon keményen kéne valamit hirtelen megszólaltatnia, az sosem lesz igazán kemény, hanem van egy ilyen utó puhasága az egésznek. És ennél az SP-nél azt gondolom, hogy ez, ez valamelyes megoldódott. Ugyanúgy hallod, hogy egy fine audio termék, ugyanúgy hallott, hogy tipikus fine audios mély, de a lecsengés idő rövid csége miatt, vagy rövidítése miatt, egyszerűen csak öm, artikuláltabb, részletgazdagabb és öm, figyelmesebb a zenével szemben, hogy mi is történik abban, sokkal kevésbé hallom ezt színesnek például, mint az F500-as. Szóval összességében nagyjából ennyi volt a tapasztalatom, majd most egy kicsit még ismerkedek az F500 SP F700 hangfalak öm, kapcsán, és akkor azt is majd így elmondom kicsit később, hogy úgy mik voltak a, az élményeim. Én azt gondolom, hogy árérték arányban ö, nyilvánvalóan hozzá tehát ez, ez, az árfekvés, ez körülbelül ezt, ö, ezt éri, így hangban, árban, úgyhogy abszolút értem. Kicsit drágának érzem egyébként. Szóval, hogyha nem lakkozott lenne, hanem fúrnér, és mondjuk pont ilyen 4,90 környékén megállna, én akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hype termék lehetne. Ez az 580 ezres ár, meg a Furnéros változatér 600 valamennyi, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen határeset, de még mindig azt mondom, hogy mivel Skóciában készül, és mivel tényleg az egyik leggyönyörűbb és legigényesebb termék ebben az árfekvésben, most tirustól függetlenül, tehát hogy most tetszik vagy nem, az egy dolog, de az, hogy hogy meg van csinálva, meg szép, meg igényes az egész, az a munka, pláne, hogy nem Kínában készül ez a termék, hanem ott a helyi gyárban. Szóval ilyen szempontból azt gondolom, vagy indokoltnak mondható ez az ár, hangminőség, kizárólag hangminőség és karakter szempontjából pedig én el tudnék viselni egy kicsivel olcsóbb árat. Ennek ellenére egyébként abszolút hozza azt a szintet, amit a többi termék is ebben az árfekvésben, tök más karakter és stílus egyébként, szóval abszolút elfér a többi termék mellett, ezért is gondoltam, hogy ezt tartani fogom hosszú távon, mert um, nem úgy szól, mint a többi, a többi meg nem úgy szól, mint ez. Hogyha valaki mondjuk pont ennél találja meg azt, amit ő keres így hangzásban, akkor azt gondolom, hogy egy tök jó dolog, mert nem tudok alternatívát mondani, ami, ami pont ilyen adagolással kínálja azt, amit.